F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrral arról beszélgettünk, hogy a költségvetési vita zajlik a parlamentben. A nagykunságiak érdekét képviselve ön is hozzászólt ehhez a vitához, és érdekes mondatot fogalmazott meg. Beszéljünk először erről a mondatról. Igen, azt mondtam, hogy látszik az, hogy jó kezekben a költségvetés, hiszen Varga Mihály pénzügyminiszteri úr már évek óta egy stabil, kiszámítható, előremutató költségvetést tervez a kollégáival. És én azt mondtam, hogy az irány jó. A tempó is jó, de lehet akár ezen a tempón gyorsítani is, hiszen itt vidéken mi még bírjuk a sebességet, tehát tőlünk lehet gyorsítani a fejlesztéseket, és igazából a felszólalásomban azt emeltem ki, hogy vannak olyan térségek, akinek a felzárkóztatására több energiát kell fektetni, hiszen az Alföld, Jászlóskun-Szolnok megye és a mi térségünk is olyan, hogy sok lemaradás van, évtizedes, évszázados lemaradás, amit pótolni kell. Folyamatosan hozzuk be ezeket a lemaradásokat infrastruktúrába, munkahelybe, de én azt gondolom, hogy ha a jövő évi költségvetés még ehhez a tempóhoz hozzátesz, akkor igazából elégedettek lehetünk. A Magyar Falu programban több 100 millió forint jött a kis településekre, a területi operatív program és egyéb programokba. Én azt gondolom, hogy soha nem látott fejlesztési pénzek és fejlesztési források jöttek a térségbe, és ami legnagyobb lendületet ad, én azt gondolom ennek a térségnek, hogy jövő év elején elkészül a Szolnoki elkerülő szakasz, tehát Törökszent Miklós nyugattól már 4 sávos autóúton közlekedhetünk Budapest felé, és ha ez a szakasz elkészül jövő év elején, az alapkövet letesszük, és akkor jön tovább Törökszent Miklós, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás és Karcagra, és bízom benne, hogy minél hamarabb ide fog érni a 4-es autóút, és ez nagy lendületet fog adni itt a térségnek, a közlekedésnek, a munkahelyeknek, az iparnak és a gazdaságnak is. És azt gondolom, hogy arról is fontos lenne szólni a turizmus területén, hogy a Tiszató és a körülötte lévő kerékpárút is most nagyon kiemelt figyelmet kapott, és nagyon sokan szavaztak arra, hogy az ország egyik legszebb kerékpárútja legyen. Igen, az emberek felfedezték, hogy nem csak külföld, a külföldi tengerpartok, hanem nem csak a Balaton, hanem itt a mi térségünk, itt az Alföld, a Tisza, a Tiszató, akár még Berekfürdő is egy kiemelt turisztikai látványosság, és aki ide jön, az szíves vendéglátásban részesül, és nagyon jól érzi magát. Több 100 000 ember jött a térségünkbe a tavalyi nyáron, és idén nyáron is ez várható. Reméljük így lesz, Karcagon pedig mindenki láthatja azokat az elindult fejlesztéseket, amelyek szintén részben állami támogatásból valósulnak meg. Így van, Karcag szépen, dinamikusan fejlődik, nem tört meg a lendület, és én azt gondolom, hogy itt is polgármester úr és a karcagi képviselőtestület egy nagyobb fokozatba kapcsol.